Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. 28 sérült egy ipari balesetben, mérgező gáz fejlődött a dunaföldvári bioetanol üzemben. 7 értékelő, fegyelmi eljárás indulhat a Szekszárdi Sportközpont vezetője ellen. Atomtér, 1,6 milliárd forintból alakította ki közösségi teret Pakson. Új kisbusz Kismányokon. 15 millió forintot nyert a község a Magyar Falu programon. 28-an megsérültek egy súlyos ipari balesetben péntek reggel Dunaföldváron. Egy bioetanol gyárban kevertek össze véletlenül salétromsavat hipóval, a két anyag kölcsönhatásából pedig mérgező klórgáz keletkezett. A sérülteket 4 kórházban ápolják, a helyszínre rengeteg mentőautó, mentőhelikopterek, sőt, egy speciális, úgynevezett tömeges baleseti egység is érkezett. Az ügy miatt a rendőrség is nyomoz. Mentőhelikopter érkezik a dunaföldvári bioetanolgyár udvarára. Egy nézőnk készítette ezt a felvételt. Az üzemben péntek reggel történt súlyos ipari baleset. A közelben lakók a mentők szirénáira lettek figyelmesek. 4 menti a helikopter biztos, hogy ment. Itt, ugye itt fölöttünk Fehérvár fele ment. Meg hát rengeteg mentőautó, tehát egy 10 mentőautó biztos, hogy ment, meg hát autók se közlekedtek a hatoson. Sorban állnak a mentőautók a gyár udvarán. Az országos mentőszolgálat a kocsik és a helikopterek mellett egy speciális, úgynevezett tömeges baleseti egységet is a helyszínre vezényelt. Összesen 28 embert kellett megvizsgálni és ellátni. Közülük 13-an súlyosak, 15-en könnyebb mérgezési tüneteket produkáltak, jellemzően torokkaparás, köhögés, könnyezés. A sérültek közül többeket kórházba szállítottak, őket Szekszárdon, Dunaújvárosban, Székesfehérváron és Kecskeméten figyelték meg. Úgy tudjuk, péntek délutára már csak 3-uknak kellett kórházban maradnia. A baleset azért következett be, mert egy 7 köbméteres hipótartályba utántöltéskor salétromsavat öntöttek, a két anyag reakciójából pedig klórgáz keletkezett. A katasztrófa védők még órákkal a baleset után is azon dolgoztak, hogy megfékezzék a mérgező gáz képződését. A beavatkozott tűzoltó egységek egy védősugár segítségével folyamatosan kontroll alatt tartják a távozó klórgázat. A környező lakosság, továbbá a környékben lévő veszélyes egyéb üzemek nincsenek veszélyben. Hogy emberi mulasztás okozta az ipari balesetet, azt egy rendőrségi nyomozás fogja kideríteni. Az eset körülményeit a Paksi Rendőrkapitányság vizsgálati osztályán a büntetőeljárási törvény szabályai szerint folytatják. A balesettel kapcsolatban megkerestük az érintett vállalkozást is. A sajtóosztályukon azt mondták, hogy az esettel kapcsolatban később közleményt adnak ki. Fegyelmi eljárást kezdeményezett Malomsoki Krisztián a Szekszárdi Sportközpont ügyvezető igazgatójával szemben Ács Rezső Szekszárd polgármestere. A városvezető szerint nem méltó egy önkormányzati cég vezetőjéhez az a viselkedés, hogy a polgármester levelére hetekig nem válaszol. Ács Rezső a Szekszárdi strand idei látogatottsági adatait kérte ki Malomsoki Krisztiántól, amire ő 2 hét múlva válaszolt csak. Ebből kiderült, hogy idén fele annyi vendég érkezett a Szekszárdi strandra, mint tavaly. Szekszárd polgármestere szerint a sportközpont vezetője arra sem válaszolt érdemben, hogy mi indokolta a nyári drasztikus jegyáremelést. Új jegyző vezeti október 1-től a szekszárdi polgármesteri hivatalt. Pályáztatás útján választották ki Gábor Ferencet, aki több mint 12 éves szakmai tapasztalattal bír. Korábban hőgyész, majd Dombóvár jegyzője, és 2015-től 2020 elejéig a Tolna megyei önkormányzat főjegyzője volt. Ács Rezső azt mondja, Gábor Ferenc nem könnyű helyzetbe érkezett. A polgármester ezt azzal magyarázza, hogy jelenleg több projekt áll a városban, és emiatt támogatásoktól esik el az önkormányzat. Példaként az orvosi rendelőt és a zöldváros programot említette. Utóbbit a közgyűlésben egyfős többséggel rendelkező Éhen-Szekszárd újra akarja tervezni, annak ellenére, hogy az előző városvezetés a koncepciót a helyiekkel egyeztetve lakossági fórumok megtartása után dolgozta ki. Ötletelés zajlik, egyértelmű döntések nem születnek, az idő megy, és ezek uniós források 22. decemberig el kéne számolni. Én úgy érzem, hogy minden ilyen forrásunkat el fogjuk veszíteni, és nem fognak pályák, óvodák, iskolák, bölcsödék, utak épülni, mert ezek a topos források elvonásra kerülnek a várostól, mert más települések fel tudnak ezt használni.
A hétértékelőn Ács Rezső arról is beszélt, hogy Malomsoki Krisztián, a Szekszárdi Sportközpont ügyvezető igazgatója hetekig nem válaszolt arra a levélre, amiben az idei strand látogatottsági adatait kérte be tőle. Ács Rezső azt is szerette volna megtudni, hogy mi indokolt a nyár elején a drasztikus jegyáremelést a Szekszárdi strandon. A városvezető azt mondja, Malomsoki Krisztián utóbbi kérdésére egy komolytalan választ adott, az adatigénylésre pedig két hétig nem reagált. Első körben azt írta, hogy vizsgálja Ács Rezső kérésének teljesíthetőségét, majd a második levélben annyit közölt, hogy idén fele annyi vendég érkezett a Szekszárdi strandra, mint tavaly. Ács Rezső szerint egy önkormányzati cég vezetője így nem viselkedhet a munkáltatójával, kötelessége megadni a kért információkat. Megmondtam ezt a fajta ajcélt. Nyilván kellemetlen, hogy a számok nem jönnek vissza, és nem igazolnak egy teljesítés, egy jó teljesítés. Ezért nehéz ezt számukra megválaszolni, és ezzel húzzák az időt. De én azt gondolom, hogy ezek olyan nyilvános számok, amik mindenkinek tudnia kell, és ezért én úgy gondolom, hogy valakinek a felelősséget viselnie kell, és azért kezdeményeztem a közülés felé a fegyelmi eljárás megindítását. Ács Rezső hozzátette, a Malomsoki Krisztián által átküldött anyagokból nem derül ki, hogy a látogatók közül mennyi volt szekszárdi, ahogy az sem, mennyi bevételt ért el idén a szekszárdi strand. A hétértékelőn elhangzottakkal kapcsolatban megkerestük Bomba Gábort, az Éjjel Szekszárd frakció vezetőjét. Szerettük volna tőle megtudni, miért akarnak parkolóházat építeni a Zöldváros program részeként Szekszárd központjában, annak ellenére, hogy ez az eredeti, a lakossággal is egyeztetett koncepcióban nem szerepelt. Bomba Gábor viszont nem válaszolt a kérdésünkre, csak annyit írt, hogy a Zöldváros program kiviteli tervei egyelőre még nem készültek el. Szintén kérdéssel fordultunk Malomsoki Krisztiánhoz, arra lettünk volna kíváncsiak, mivel indokolja a fürdő látogatottságának csökkenését, és megkérdeztük tőle, hogy mennyi bevételt ért el idén a szekszárdi strand. A sportközpont vezetője annyit közölt, idézem, a sportközpont mindenben a jogszabályoknak megfelelően jár és járt el. Környezetszépítő akciósorozatba kezdenek a szekszárdi városvédők. Erről a civil szervezet elnöke beszélt pénteki sajtótájékoztatóján. Hetente fognak egy-egy városrészt szebbé tenni, például padokat festenek le és zöldítenek Szekszárd különböző részein. Szabó Balázs, a városvédők elnöke azt mondja, azért kezdenek bele a város szépítő program sorozatba, mert szerintük azóta, hogy az Éjjel Szekszárd frakció vezeti Szekszárdot, a Tolnai megye székhelyi közterei elhanyagoltak lettek. Júliusban a szekszárdi Bartina utcában készültek ezek a felvételek. A helyi városvédők akkor maguk kaszálták le az útmenti gazos területeket és az egyik busz megálló környékét. Azért tették ezt, mert szerintük, amióta az Éjjel Szekszárd frakció vezeti a Tolnai megye székhelyet, a város közterületei elhanyagoltak lettek. Például fákat ültetnénk. Most hasonló akcióba kezdenek a városvédők, ezt pénteki sajtótájékoztatóján jelentette be a civilek elnöke. A tervük az, hogy hetente fognak egy-egy városrészt megszépíteni, például zöldítenek a városi főkertésszel egyeztetve, vagy kopott padokat festenek le. Ez az akciósorozat magába foglalja a faültetéseket, tereprendezéseket, gazolásokat, de lehetnek például padok festése is. Jelen pillanatban több céggel is tárgyalunk, akik pozitív visszajelzéseket juttattak el irányunkban, tehát mindenféleképpen segítenék ezt az akciónkat. A városvédők az akció előtt néhány nappal az érintett utcák postaládáiba szórólapokat dobnak majd, hogy minél több helyit vonjanak be a városszépítő programba, de a Facebook oldalukon is előre beszámolnak a következő helyszínekről. Szabó Balázs azt mondja, azért kezdenek bele az akciósorozatba, mert amióta az Éjjel Szekszárd vezeti a Tolnai megye székhelyet, a város közterületei elhanyagoltak. Nagyon sokat hallottunk az ÉSZ frakciótól, a jelenlegi városvezetéstől, ugye ez a 8 ember irányítja a várost a Zöldváros programról, illetve arról, hogy szemetet kell szedni, de mindösszesen egyetlen egy árva akciót tudott felmutatni ez a formáció, és mint ahogy járunk-kelünk a városban, látjuk, hogy azért több helyszínen is áldatlan állapotok uralkodnak. A szekszárdi városvédők elsőként a Kölcsei lakótelepnél található játszótér környékét teszik először rendbe. Főként azért, mert az Éjjel Szekszárd frakció innen néhány méterre tervez több emeletes parkolóházat építeni, ami ellen a helyiek közül többen már tiltakoznak. Szabó Balázs azt mondja, a céljuk, hogy Szekszárd közterei a városban élők igényeit elégítsék ki, ne pedig a közgyűlésben többségbe került 8 főjét.
Átadták Pakson a lakótelepen a felújított központi teret, melynek nevet is adott a helyi képviselőtestület a lakosság közreműködésével. A mostantól Atomtérnek hívott tér kialakítása az elmúlt 30 év legkiemelkedőbb közterületi beruházása volt Pakson. 1,6 milliárd forintból egy modern közösségi teret építettek, részben önkormányzati, részben kormányzati támogatásból. A paksi lakótelep egyik legnépesebb és legforgalmasabb városrésze, a központi tér teljes körűen megújult. Az 1,6 milliárdos, részben önkormányzati, részben kormányzati beruházással több évtizedes álma valósult meg Paksnak. Az avató ünnepségen Süli János miniszteri köszöntőjében hangsúlyozta, az 1000 fát Paksra akció javában zajlik, és a város zöldítése tovább folytatódik. Pakson amennyi fát áldozatul kell hozni, hogy a beruházás területén akár szállás lehetőség, ipari park építése megvalósuljon, annak minimum dupláját tudjuk előtetni. A tér újítása során mintegy 9000 négyzetméteren történt zöldítés. Programozható élményszökőkút, modern okospadok kerültek telepítésre, valamint 4 új térfigyelő kamera. A tér egésze akadálymentes. A nagy lejtésű gyalogos felületeken rámpafűtést telepítettünk, mely a téli közlekedést teszi biztonságossá. A Barátságút és a Kishegyi út kereszteződésében 2 új gyalogos átkelőhely épült akadálymentes kialakítással. De a tér közvetlen környéke 20 új parkolóval is gazdagodott. Süli János miniszter, Szabó Péter polgármester és a kivitelező ünnepélyes szallag átvágással avatták fel a közösségi teret, melyet úgy terveztek, hogy számos városi rendezvény szintere is lehet a jövőben. 14 millió forintos kisbuszt adtak át Kismányokon a Magyar Falu program keretein belül. A modern autóbusz gyermekek és idősek szállítására, gyógyszerbeszerzésre, valamint bevásárlásra fogják használni. Az átadáson részt vett Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is. Kisbuszt adtak át Kismányokon. A Magyar Falu program keretein belül 15 millió forintot nyert a helyi önkormányzat. A modern eszközökkel felszerelt buszt gyógyszerbeszerzésre, gyerekek és idősek szállítására használják majd. Ez egy 15 millió forintos pályázat, a maga a busznak az ára 14 millió 20 ezer forint volt. Szinte minden extrával föl van szerelve az autóbusz, illetve mindenféle biztonsági felszereléssel is. Gyerekeknek izofixes ülések vannak most már beszerelve, kaptunk hozzá két darab vadonatúj gyerekülést is. Ezen kívül kerekes székes rögzítési lehetőség is van a buszban. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is részt vett az eseményen, aki arról beszélt, hogy az elmúlt években látványos fejlődésen mentek keresztül a völgységi kistelepülések. Örülünk annak, hogy a 15 milliós pályázat lehetőséget adott arra, hogy meg tudják vásárolni ezt a kisbuszt, és hát reméljük azt, hogy a többi magyar falus programjuk is, illetve pályázatuk is sikeres lesz, és szolgálja az itt élőknek az érdekét. Az autóbuszt a polgármester reményei szerint a falugondnoki program keretein belül hamarosan használatba tudják majd venni. Regionális híreink következnek. Követte a Multikat a magyar logisztikai cég. Pécsen épít csarnokot a családi vállalkozás. Nyitott főzdék napja. A sörfőzéssel ismerkedhetnek az érdeklődők. Római kori kocsisír találtak Baranyában. 2022-től láthatja a közönség a helyreállított leletet. Újabb befektető érkezik a déli ipari parkba Pécsen. Tudtuk meg a város alpolgármesterétől. A székesfehérvári családi vállalkozás a már itt megtelepülő Multikat követve érkezett a Baranyai megye székhelyre. A logisztikai és csomagolási szolgáltatásokkal foglalkozó cég tőlük remél újabb üzleti lehetőségeket. A pécsi alpolgármester szerint több gazdasági társaságnak is vonzerőt jelentenek a nemzetközi vállalatok, akik már Pécsen vannak. A most betelepülő céggel egyébként még az előző városvezetés idején kezdődtek az egyeztetések. Ide a déli ipari parkba érkezik egy újabb cég Pécsre. A betelepülő nemzetközi társaságokat követi a magyar vállalkozás, mondja a város alpolgármestere. Ez egy magyar logisztikai cég, aki Székesfehérvár után Pécsen nyit telephelyet. Többféle szolgáltatást fog nyújtani
mind a Hannon, mind a Harman cégeinek Pécsen, illetve más cégeknek, és megkezdi egy 4000 négyzetméteres csarnok építését, amely reálisan 2021 tavaszára készül el. Tehát ezek a tárgyalások most zárultak le. Természetesen ebben a tekintetben az iPark, mint eladó, aki a konkrét adatokról tud beszámolni. Az iPark Pécs Kft. A város és osztrák befektetők közös beruházásában hozta létre a város déli oldalán elterülő ipari parkot, ahol közel 1,8 milliárd forint értékben hajtottak végre infrastruktúrális fejlesztéseket. Ide érkezik az új betelepülő cég. Gebe Kft.-nek hívják, ez a családi székesfehérvári cég, és ők elég régóta dolgoznak ezen a piacon. Székesfehérváron is tudtam, a több telepeik van, 2-3 nagyobb telepei, aki a nemzetközi cégeknek dolgozik, és most ők már ide a cégek megjelenésével átjönnek Pécsre is. Az alpolgármester azt mondja, több érdeklődő gazdasági társaság is van, akik a betelepülő nagyobb nemzetközi cégektől remélnek üzleti lehetőséget, ezért jönnek a városba. A most érkező székesfehérvári családi vállalkozással egyébként még az előző városvezetés kezdte meg a tárgyalásokat információink szerint. Közös programra hívták Magyarország sörfőzdéi az érdeklődőket. A nyitott főzdék napján, október 10-én szombaton országszerte több mint 200 magyar sörfőzdénél várják ingyenes programokkal a vendégeket. Ezt a balatonvilágosi sörfőzdét 2015-ben alapította három vándor sörfőző. A kisüzem azóta egyre több nedűt dob a piacra, a pilzeni világostól a Stout Barnáig. Ez egy olyan piac, ami eddig kiaklázatlan volt itt Magyarországon. Ez a hullám nyilván a nyugati országokból jött, és megpróbáljuk meglovagolni mi is ezt a lehetőséget, mint kisüzemi sörfőzés, és úgy látjuk, hogy amúgy nagyon-nagyon sok mindenkit érdekel, hál' Isten van ennek felvevő piaca, és nem zárkóznak el attól az emberek, hogy ne csak a nagyüzemi söröket fogyasszák, hanem olyan kézműves és kisüzemi termékeket, amiket mi is tudunk gyártani nekik. Egyre kedveltebbek hazánkban a kisüzemi sörök. A főzdék arra törekednek, hogy minél különlegesebb nedűket készítsenek. Pető Csaba sörfőző azt mondja, több szempontot is figyelembe kell venniük, hiszen változnak az igények. Október 10-én szombaton 5 somogyi sörfőzde várja az érdeklődőket. A program célja, hogy közelebb hozzák a sörfőzést a közönséghez. Idén több kiemelkedően értékes római kori lelet, többek között patkás hamvasztásos temetkezés összecsukható vasszékkel és arany legiós gyűrűvel, valamint egy bronz szűrőkészlet került elő a Baranyában zajló feltárások során. Úgy tűnik, a sikeres sorozat folytatódik, a közelmúltban ismét egy hasonló korszakból származó leletet sikerült találni. A Jannus Pannonius Múzeum önkéntes lelőhely felderítő programja keretében egy római kori kocsisír bukkant elő Pereket határában. Római kori kerék, középen a kerékaggyal, mellette a további szerkezeti elemek az asztalon. A földön a további megmaradt fémrészek, amik Baranya megyében kerültek elő szeptemberben. Ez egy római kori kocsis temetkezésnek a maradványa, attól különleges, hogy 1969 óta ilyen nem került elő Baranya megyében, akkor is csak egy példány van itt a közelben, Kozár-Mislényben egy 4-kerekű kocsisír, ez pedig egy 2-kerekű utazókocsinak a maradványa. A kocsi mellé temették el a kocsit vontató 2 fogatos lovat, illetve egy hátas lovat, ezen kívül 2 vadászkutyát. Ez a barbár szokás a második századra volt jellemző Pannonia provinciában. A kocsi a díszítése alapján egy az őslakossághoz tartozó kelta arisztokratáé lehetett, aki a római hódítást követően továbbra is az itt élő lakosság elitjéhez tartozott. Most a leletek a restaurátorokhoz kerülnek, akik végül újraépítik majd a kocsit. Ha megvan a konzerválás, tehát a restaurálás és a konzerválás folyamata lezajlott, akkor valószínűleg ezt is rekonstruálni fogjuk, mind a kozár-mislényi kocsit. Mindenképpen megpróbáljuk, hogy a 2 kocsi egymás mellett majd szépen díszeleghessen. A vas és a bronz alkatrészek hiánytalanul megmaradtak. A farészeket kell pótolni, mint például a kerék küllőzetét, hogy újra összeállíthassák a Pereket határában talált kocsisírt. A közönség várhatóan 2022-ben a felújított Pécsi Régészeti Múzeumban a város főterén láthatja majd a római kori leletet. Az egész ország összefogott, hogy a folyamatosan oxigénpótlásra szoruló Petrának és gyámjának, Máriának segítsenek.
A nyugdíjas gyermekorvos gyűjtésbe kezdett, hogy egy hordozható oxigénkoncentrátor beszerzésével biztosíthassa 15 éves kislány önállóságát. Az ügyet felkarolta a Kárt Aréna Gokárt stadion is, akik jótékonysági versenyt tartanak október 24-én. Petra és Mária együtt sétálnak ki az iskolából a tanítási nap végén. Elválaszthatatlanok, hiszen a kislány folyamatos oxigénpótlásra szorul. A most már nyugdíjas gyermekorvos 3,5 éves korában a Pécsi Gyermekkórházból vette magához Petrát, aki a 26. héten 850 grammal jött a világra. Petra eddig magántanuló volt, de most nagyon boldog, hiszen szeptember óta iskolába jár. Azt szeretném elsősorban, hogy az iskola legyen nyitva hétvégén és szünetben is. A 8. osztály elvégzése után számítógépes adatrögzítői 3 éves képzést kezdett szeptemberben Petra. Mária szeretné, ha a lehetőségekhez képest a legnagyobb önállóságot megadhatná a tinédzsernek. Ehhez egy hordozható oxigénkoncentrátorra van szükség. Egyensúlyban van, de gyakorlatilag oxigén szüksége van, főleg, hogyha fizikai terhelésnek van kitéve, éjszaka is, éjszaka mindig kell, napközben, hogyha ül, tartósan ül, akkor szintén. Petrának már meg is vannak a tervei, hogy mi mindent csinálhat majd az oxigénkoncentrátor segítségével. Sokszor kérdezi, mert én mi eszel, fel nem teszel, és akkor mondom, hát számítógép adatrögzítés mellette sérül gyerekekkel szeretnénk foglalkozni. Ők a barátaim, gyerekekkel, az ilyen egészséges gyerekekkel, akár jöhet bármilyen beteg, én mindent elvállalom, és felnőtt koromban, ha lesz annyi pénzem, és lesz annyi erőm, egy alapítványt szeretnénk létrehozni. A Kárt Aréna Gokart stadionban évente szerveznek jótékonysági akciókat. Idén Máriának és Petrának szeretnének segíteni ők is. Ez egy jól bevált koncepció volt, amit a közönség találkozónál csináltunk. Annyi módosítással, hogy az időrövidsége miatt nem csinálunk előválogatót, hanem az 50 első jelentkezőnek, aki bejelentkezik, hogy szeretne ezen a versenyen részt venni, az ő jelentkezésüket várva megcsináljuk ezt a versenyt. Maga a szisztéma az teljesen ugyanaz, mint a Forma 1-be, Q1, Q2, Q3 egyenes kiesésben megszervezzük, és így a végén kialakul az abszolút győztes. Az október 24-i gokart versenyről senki sem távozik majd üres kézzel. A Mira csapat egy relikviát ajánlott fel, a Kárt Aréna gokart stadion pedig egy különleges díjjal készül. Végül mutatjuk újra Tolna megye legfontosabb híreit. 28 sérült egy ipari balesetben, mérgező gáz fejlődött a dunaföldvári bioetanol üzemben. Hétértékelő, fegyelmi eljárás indulhat a Szekszárdi Sportközpont vezetője ellen. Atomtér, 1,6 milliárd forintból alakította ki közösségi teret Pakson. Új kisbusz Kismányokon, 15 millió forintot nyert a község a Magyar Falu programon. Szombaton fátyol felhős idő várható, itt-ott bujkáló, szűrt napsütéssel. Napsütés inkább a délutáni órákban valószínűbb. Vasárnap felhős, borongós idő ígérkezik, hétfőn már hidegfront alakítja az időjárást, borongós, hűvös időt okozva, viharossá erősödik a szél. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemreméltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!